Szevasztok! Ma egy rendkívüli adás lesz. Több kérdés érkezett Lovászimi felé az ő edzésével kapcsolatban, hogy ő miben hisz, hogy készül, milyen gyakorlatokra építi a felkészülést, mi az, amit ő preferál. És Imi megtette nekünk, hogy felvette ezeket az alapozó edzéseit, és el is mondja részletesen, hogy mit, mennyit, miből, mikor, hogy csinál. Úgyhogy ezt fogadjátok szeretettel tőle. Az ő edzésének az alapját egyébként igazából jobban az erőemelő gyakorlatok adják, tehát a guggolás, felhúzás az a fő gerince az edzésének, ugye a fekvenyomás is valamilyen szinten. Én ugye jobban az eszközökkel edzek, ő nála ez vált be, meg ugye korábban erőemelő volt, tehát ő arra építi a nagy felhúzások és a nagy guggolások adják az alapját. Na nézzük! Sziasztok! A mostani vlogban az én edzéseimben néztettek bele egy kicsit. Két edzésemet láthatjátok majd. Az első, amit most láttok, az egy alsótest edzés. Négyet edzek amúgy egy héten, ebből kettő alsótest edzés és két felsőtest. Az egyik alsótest edzésen a felhúzásé a főszerep, a másikon a guggolásé, illetve felsőtest edzéseken általában két-három nyomó és két-három húzó gyakorlatot szoktam csinálni. A mostani edzésen a felhúzásé lesz a főszerep. Bélával edzünk. Felhúzni egész évben szoktam, versenyfelkészülés alatt is és off-szezonban is, de a mostani felkészülésben különösen fontos szerepet játszik, mert a májusban megrendezésre kerülő HSM a Magyar Bajnokságon lesz felhúzó versenyszám, illetve az év második felében szeretnék indulni majd erőemelő versenyen is. Így most különösen fontos, hogy beerősítsem a felhúzásomat. Az év első felében a Strongman versenyig inkább a több ismétléses felhúzásokra fogok rámenni, mivel valószínűleg a versenyen is egy adott súlyba kell majd egy megadott idő alatt minél többet húzni. Nagyon ritkán van Strongman versenyen maximum súllyal történő felhúzás. Viszont utána majd az erőemelő versenyre készülve nyilván az lesz a cél, hogy minél nagyobb súlyt tudjak majd húzni. Ahogy a videón is láthatjátok, Béla a bemelegítésnél olyan felhúzás variációt végez, hogy a gyakorlat közben a súly megindítása után egy pár centivel megállítja a mozdulatot. Ezzel próbáljuk neki a helyes kezdőpozíciót, illetve a súly megindítási fázisát jobban begyakorolni. A mostani edzésen én úgy terveztem, hogy 270 kilóig fogok felmenni, abban egy szériát fogok húzni a lehető legtöbb ismétléssel. Nézzétek meg, hogy sikerült.
több lábad bele az alján. Azaz, sokkal jobb. Jó nagy lábad bele, jó, menjél bele csípőből. Tolod, kiállsz vele szépen. Végül 6 ismétlés sikerült húzza 270-be, amivel teljesen meg vagyok elégedve. Úgy gondolom, hogy a felkészülésnek ebben a fázisában ez egy teljesen jó szám. Bélának 240 volt a top szettje. Ő abba a súlyba akart minél többet húzni. Neki 4 ismétlés sikerült. Úgy terveztük, hogy minimum 3. Szóval neki is teljesen jól sikerült. Amit most láttok, azt levezetőnek húztam. Talán 2.30-ba egy ilyen dupla megállítós felhúzás. Lassan engedtem le a negatív szakaszt, és a talaj érintés előtt egy pár centivel megállítottam a súlyt, illetve olyan térmagasságban is. Felhúzás után nekem kőgolyó következett. A 147 kilósba raktam 120 centire. Egy percen belül minél több ismétlést. Elfelejtettem az előző szériánál megmutatni, széria végén vágatlanul, így most még egyszer felrakom nektek, hogy lássátok, hogy mi a lényeg ebbe. Bélának a felhúzás után hátedzése volt, ebből láthatok most egy térudas evezést, nem tudom hány kilóval számoljátok meg. Itt már a következő edzésemet láthatjátok, ami egy felsőtes nap volt. Ezen a napon a fekvenyomási volt a főszerep, mivel mondtam, hogy az év második felében indulni szeretnék, majd egy erőemelő versenyen, így egy pár hete újra elővettem a fekvenyomást, mert jó lenne összehozni majd belőle valami vállalhatót. Hát itt most még egyelőre 130 kilóval szériázok, ebbe próbáltam 3 szérián belül minél több ismétlést nyomni. Hát ennyi, 6 ismétlés sikerült, ami nem túl sok, viszont kevés, de ha erre évvégig sikerül majd egy 30 kilót rárakni, akkor azt mondom, hogy ez már egy vállalható súly lesz számomra is. A következő gyakorlatom egy húzódkodás volt, általában a húzó-nyomó gyakorlatokat váltogatom. Most simán fordított fogással, súly nélkül húztam 3 szériát. 8-9 ismétléseket.
Ezután egy gumiszalagos fejféli nyomást végeztem rúddal, még kiegészítő nyomó gyakorlatként a fekvanyomás után. Ennek az lenne a lényeg, hogy a gumiszalagok miatt a mozdulat felső része a legnehezebb, így azt a részét erősíti. Hát ha meglátszik majd ez a versenyeken a fejféli nyomásaimon. A második húzó gyakorlatom egy ilyen sima, egyszerű hátgépes húzás volt. 3 szériában 8-10 ismétléssel. Igazából semmi extra. Végül egy nagy kedvenc a tolódkodás, amit évekig elhanyagoltam, pedig nem kéne már szerintem egy nagyon jó általános erőfejlesztő gyakorlat. Próbálom az első szériában minél több súllyal végezni. Most itt 40 kilóval csináltam talán 6 ismétlést, utána a másik két szériára visszavettem a súlyt, sőt a végén talán saját testúlyba próbáltam meg minél többet.